figyelj, mert ezt még senki söltem s hallottad. Sziasztok, skacuk és csajszik! Ma arról fogok beszélni, hogy mi a videózás jó és a rossz oldala. Amikor a gyerekeket megkérdezik, hogy mi leszel, ha nagy leszel, legtöbben azt válaszolják, hogy youtuber, videós vagy gamer. Te mi szeretnél lenni? Érzek omiba. Pénzt is lehet keresni a YouTube-bal, de Magyarországon ezzel nem lehet meggazdagodni. Külföldön viszont annál inkább. Ryan, a világ leggazdagabb gyerek YouTubere, 3 éve kezdett el kicsomagolós játékvideókat csinálni. Ezt a videóját 3-szor annyian nézték meg, mint Dancsó Péter összes videóját. Nem mindig a legnézettebb a legjobb, és már több mint 13 millió feliratkozója van, és 3 milliárd forintot keresett. Szóval ez most a legnépszerűbb, mindenki minket irigyel, de mielőtt elkezdenél videózni, meg kell győződnöd róla, hogy nem csak pozitív dolgokkal fogsz találkozni, és csak a legjobbak maradhatnak talpon. Hello, hello, mondd meg nékem, ki a legjobb a vidéken? A francba. Most elmondom őszintén, hogy mi a jó és mi a rossz a videózásban. Most jól figyelj, mert ezt még senkitől sem hallottad. Ha szeretnéd, hogy sok néződ legyen, akkor ugyanabban az időpontban is rendszeresen tedd fel a videókat. Én például minden szombaton délután 4 órakor szoktam fölrakni. Vágod? Vagy várod? Ez azt jelenti, hogy amíg te hétvégén tévét nézel, kockulsz, vagy játszol a haverjaiddal, addig én csinálom az új videómat. Tudtad, hogy egy pár perces videó elkészítése órákig tart? De van, amikor több napon keresztül forgatjuk, hogy minél menőbb legyen. Készülj arra, hogy a videózás nagyon sok idő, és nem mindig csinálhatod, amit akarsz. A videózással híres lehetsz, és nagyon sokan fognak rajongani, érted? Érted? Jó, mi? Gondolj arra is, hogy amikor a utcán mész, állandóan oda jönnek hozzád, akik rólad mindent tudnak, de te nem ismered őket, de ő nem tudja, hogy miért. Elég gázszituk vannak ebből. Én a rajongóimat nagyon szeretem, és szívesen csinálok közös képet mindenkivel. Már kaptam egy csomó plüssállatot tőletek, amit nagyon köszönök. Itt vannak most is körülöttem. Képzeljétek, hogy a Lego kalandos videómat annyian néztétek meg, hogy kaptam tőlük egy Lego Boost robotot. Ez lett a kedvenc játékom, telóról lehet irányítani. Robeson ezre, és most végigviszem ezen a akadálypályán. Juhuuu! A robotom mindenhova követ engem. És tud beszélni. Let's get started. Ja, és még lőni is. Meglepetés! Ha videózol és jól megy, személyesen megismerkedhetsz a legkirályabb youtuberekkel. Már én is találkoztam velük, és nagyon viccesek és jó fejek. Te kit ismersz, vagy kivel szeretnél megismerkedni? Ha elkezdesz videózni, azt is vállalnod kell, hogy bárki bármit mondhat rólad. Készülj fel a negatív hozzászólásokra, mert azok lesznek rendesen. Nekem az a szerencsém, hogy nem tudok olvasni, és nem látom az összes kommentet. Csak amit a Benny felolvas nekem. Valaki nem száll le rólad, folyton megtalál, és üzenget is zaklat. A videózással sok helyre eljuthat, és nem kell fizetned semmiért, még a boltban sem. Na jó, ez nem igaz. De amikor a tesók vidit csináltuk a bátyáimmal, akkor ingyen bemehettünk a Playit-re. A videózással nagyon sok kalandban vettem részt. Csináltam veszélyes kísérleteket, kiraktam a Rubik kockát, nyelveket tanulok, és most a vágást fogom megtanulni. Legjobban annak örülök, hogy egy csomó ötletemet megvalósítottam,
amit nem engednének a szüleim. Most összeöntök mindenféle italt, és a végén meg fogom kóstolni. Itt van a szlovák kóla, a kofola, a mangó lótuszvirágszor. Fúj, mi az a lótuszvirág? Tej, barackré és ásványvíz. Most berakom a turmixgépbe, nézzük meg, mi lesz belőle. 1, 2, 3, így! Fura lett. A színe olyan, mint a kakaónak, nem ilyen a íze. Ez ízlik, ez nagyon finom. Hagyok nektek is, kikér belőle. Egészségetekre. Tetszett ez a videó? Akkor dobj egy lájkot. Te, feliratkoztál már? Akkor most tedd meg. És ne felejtsd el megnyomni a harangot. Jövő héten új videó. Szép zár lezár. Sziasztok!